Na sziasztok, én Alex vagyok, és ma egy új sorozatot fogok elkezdeni, amit már régóta terveztem. Hát igazából ugye Skype PvP-t szeretnék először is csinálni, ugye több szervert szeretnék majd bemutatni, hogy hogy kell csinálni, profi módon például, milyen pluginokat kéne használni, stb. Stb. És ugye ezek a pluginok mind elérhetők lesznek, szóval ez nem ilyen egyedi dolog, vagy bármi, ez mind fent van a neten. Ugye azért gondoltam elsőnek a Skype PvP-t, hiszen a Skype PvP az igazából a legkönnyebb, be kell vallani. A túlélőt majd utána terveztem, mert azért abba nehezebbek a konfigok, be kell vallani. És, ja, szóval első rész, ugye ez naponta kerülne kb. Fel, szóval nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Na, először is ugye akkor meg fogjuk csinálni maga a szervert. Fontos ugye tudni, hogy csináltok egy ilyen TXT file-t, és akkor ezt elmentitek ugye save as, és akkor all files, és akkor vagy .bat, vagy .sh. Attól függ, a .bat az a Windows, mint például nekem van ugye. Az sh az ugye a Linux. Mind a kettő elérhető szervergépbe, szóval nézzétek meg, hogy ugye melyik alapú a szervergépetek. De ezt szerintem alapból tudjátok. Na, hogy ennyi a kód igazából, semmi extra, mi is ezt használjuk, tökéletesen működik. Lehet persze bonyolítani minden dologgal, beállítani java dolgokat, de az nem fog mindenkinek futni, és van, ami például csak szervergépen fut. Szóval igen, azért inkább fogtam ezt, beállítottam, és ez biztos szerintem, hogy mindenkinek fog működni, ha meg nem, akkor leírásban, kommentbe írjatok, és akkor segítek. Szóval ezt elindítjuk ugye, ez ki fog crashelni, mert az EULA-t ugye el kell fogadni. Az EULA-t sajnos el kell fogadni, itt van EULA, és akkor ezt átírjátok, csúra, 4, ennyi, és akkor utána start megint, itt egy kicsit vártok, ugye legenerálja a fájlokat. Ez tényleg egy full alap szerver, szóval ebben semmi dolog nincsen. Igen, és akkor kész. Ennyi. Beírjátok a stop. Az a lényeg, hogy ezt soha ne zárjátok be. Azért ne zárjátok be, mert nem fogja elmenteni a dolgokat, amik történtek a szerveren. Tegyük fel mondjuk player fájlokat, hogyha romboltak a világba, vagy bármi. Szóval ezt nem fogja elfogadni. Stoppolni kell. Ez fontos. Utána egyébként ezt a kettőt nem törlöm, vagy de törlöm, bocsánat, mert be fog itt zavarni. Szóval ugye EULA, és akkor itt van egy csomó fájl. Mindjárt mondom mindegyiket, hogy mi mire jó, mert lehet, hogy érdekel titeket, lehet, hogy nem. Ugye a BANDIP az csak az a alap Minecraftnak ugye a tiltó rendszere, ugye ez a játékosok, ez az IP címek. A bucket, az mindjárt visszatérünk ide, commands, igazából itt commandokat lehet beállítani szó szerint. Ugye ez a help, ez csak egy saját helpet be lehet állítani, meg ugye csak egy segítség igazából. Ops ugye az a OP lista. A paper, az is mindjárt mondom részletesebben. A permissions az meg igazából itt a jogok, de mi jobb rangrendszert fogunk használni, ugye, jobb pluginnal. Ez az alap, ez nagyon szar, ezt ne használjátok. Ha egy jó szervet akartok, akkor ezt meg kell jegyezni, hogy ezt ne használjátok. Ugye ez az alap server properties, igazából ez full alap beállítások, szerintem ezt már minden szerver készítő úgymond látott ilyet, de ha nem, akkor itt van. Spigot, ugye ezt, itt is lehet fontos dolgokat beállítani, szóval ezen is át fogok menni. És user, ugye itt elment összem a usernek a új idét, ha jól emlékszem, nem vagyok ebben biztos, de a user, valamit a userekről elment, azt tudom, de azt hiszem a új idéket, ezek ilyen idék igazából a játékosokról. A whitelist ugye meg egyértelmű a fehér lista, amit be lehet kapcsolni a szerveren, és akkor kik vannak rajta. Igazából ennyi az egész, ennyi fájl van. A logok, itt ide kerülnek a logok ugye, itt lehet megnézni, hogy miért crashelt ki egy szerver vagy valami. A pluginokba kell helyezni a pluginokat, ugye a plugin mappába a pluginokat. És itt vannak ez a három ugye világ file, vagy világ mappa. Szóval, amit a leírásba fogok rakni fájlt, ha még nem említettem, azt töltsétek le, és abban van egy nagyon jó beállítás, hogy jól fusson a szerveretek, mint mondtam az elején. Azt töltsétek majd le, és akkor jól fog futni a szerveretek
ugye mi is ezt használjuk, szóval azért ajánlom ezt, és akkor jól fog futni a szervertek minimális memóriával. És igazából akkor ezt állítsátok be, rakjátok csak ide be, ugye ez a paper lesz, ez a paper.email, a server properties, a bucket.email, és azt hiszem a spigot.email, igen. Szóval ezeket írjátok felül, és igazából ennyi, ez ennyi a fontos. Ugye, mint mondtam, ez az első rész ennyi volt, holnap jön a következő rész, remélem mindenki majd várja, olyan délután körül fog felkerülni, az a lényeg, hogy ezzel csak tudjátok, hogy hogy kell egy szervet megcsinálni, és akkor majd belevágunk a dolgokba holnap. Köszönöm, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel, lájkoljátok, és akkor remélem segítettem nektek, ez a videó azért készült. Sziasztok!